2023. április 30-a van, délelőtt 10:30 múlt pár perccel. Semmi spoilerezés, hogy mi lesz. Megyünk a Balatonra rövidesen. Aki az előbb észrevette, mert felfigyelt rá, hogy most országútival fogunk menni. És a másik különlegesség, hogy nem nekem kell vezetnem, hanem hoznak, visznek. Gyerünk Balatonra, ami belefér! Gyerünk Balatonra, ami belefér! Egy csomagokat, akkor mindjárt gyorsan hozom. Igen, az is volt ható. Igen. Komolyan mondom, ez már tiszta olyan, mint kobrankó, hogy annak is a bicikliét mindig csak rakosgatják föl. Már én is abban a pozícióban vagyok. Brian nincsen, itt már kollégák már viccelgetnek, hogy hi Brian, hi. Ó, alakul a csapatunk, szevasztok. Jaj, de jól nézünk ki. Bedobjuk. Csak ne csörögjenek a boros üvegek. Arra kell figyelni. Igen. Na, időben nem is állunk rosszul. 11:22. Még egy rövid gatyás. Fenébe. Adjatok egy ollót. 3 óra elmúlt 5 perccel, és már itt is vagyunk Balatonfüreden. Nagyszerű volt a sofőrünk. Itt lesz a versenyközpont. Megpróbálunk körülnézni, és fölvenni a rajtcsomagot. Nem kell a reklámfelvétel, vegyed fel azt a stradi pólót. Itt vagyunk a versenyközpontban, megtaláltuk Attilát, meg a bringáját. Háttérben ott van egyébként a főnyeremény bicikli, a holnapi versenyen. Ez már szerintem fontos üzenet volt a kutyus részéről Attinak. Köszi, hogy itt vagytok. Szevasz! Mindenféle árusok vannak, különböző tuningolható eszközökkel. Itt egy jó kis Bianchi sátor is. Bejövünk a nevezésű sátorba. Ah, jó van, ez is fog haladni gyorsan. Nézzétek, csak alfabetikusan lehet beállni. Tök jó, nekünk ide kell jönni a Grand Fondo előnevezésbe, itt nincsen senki. A-tól L-ig. Ah, nagyon ügyesen megy. Hát itt jó gyorsan végeztünk ezzel a nevezéssel. Nevezés átvételével egészen pontosan. Mutatom, mi van benne. A hátunkra egy szám, egy chip, egy valamilyen gél, meg egy kulacs. Hát ennyi. Akkor most visszamegyünk Attilához a kérdés és válaszok rovatra, aztán betámadjuk a kempinget, ami itt van tőlünk 300 méterre. Felfedeztem itt egy érdekes dolgot, ezek az épületek, amik itt vannak. Itt közvetlen a nevezés mellett, ez akart volna lenni az a bizonyos görög falu. Azt nem tudom, hogy ez végül is létrejött vagy sem, hát nem annyira úgy néz ki. De ezt szerintem, aki Füreden jár, ezt mindenki látta már, vagy ismeri. Edzés előtt, és akkor másnap nincs annak a csoportnak, a harmadnap megint, aztán lehet extrázni, valaki minden nap lejár, van ki is hagyhatod, igazából nálunk ez nem annyira kötelező jelleg.
ott inkább figyelünk erre. Aztán, amikor nagyon beindul a szezon, az ezzel a baj, hogy mondjuk egy egyhetes verseny közben nyilván nem kezdek el még ott tornázni a szakaszok előtt után, és ha egy-két hétig ezt kihagyod, akkor utána azért izomlázas az ember, még három darab guggolástól is. Úgyhogy ha ez nagyon megszakad, mondjuk egy Grand Tour során, akkor ki kell találni, hogy mikor kezded el újra. Tele vagyunk izgalmakkal, mert ez akkora labirintus, de megtaláltuk a kecót. Oldalt parkoló, 51-es számozású. Ez elég jól néz ki. Kint is van áramvételezési lehetőség. Jövünk autóval, fel fogjuk tölteni. Jó nagy plac van itt. Na hát akkor nyitok. Figyeljetek, megpróbálok valami kobrankósan megint videózni. Lacikám, kell segítség? Gondoltam, mert egyébként se szeretünk segíteni, úgyhogy... Figyelj csak, ez egy személyes. Ez egy személyes. Inkább én. Jó. Jó, tedd csak ide le, akaszd fel a szarvát ott a korlátba. Kettőnkől általában az szokott történni, hogy... Valaki bénázik. Hát nézzük, ezek már tereprendezést csináltak itt teljesen. A napozó ágy kikészítve. Na jó. Egy kis... Na akkor... Így most benézek, rögtön befordulok a... Ez a francia ágyas dupla. De ez nagyon friss ez a ki... Mi ez magát? Szoba. Ó, modern ledes világítással. Szóval voltunk már ilyenben, de az nem volt ennyire modern. Ja, Zsani mindig lecsekkolja ilyenkor, hogy hogy áll a budi. Ez fontos. Ott egy nagyon jó kis kanapé. Négylapos kerámia főzőedény. Van vízforraló jellegű dolog is. Mikró. És jövünk a dupla ágyasba. Ami. Ime. Tök jó gyerekeknek. Itt is modern világítással. Szekrény. És egy kilépő. Ez csak szellőző, úgy néz ki, hogy nem lehet kimenni rajta. Vagy ahhoz túl nagy gázzal kell menni. TV. Hűtőszekrény. Működik a hűtő, elárulom. És akkor vize. Ó, mekkora túskabin van, atyaisten! Úristen! Ez nagyon durva. Na, lent van minden. Te kulacsot is hoztál útra? Mennyi víz fogyott előle a Laci út közben? Gyönyörű gépek vannak ide, kirakva, kérem szépen. Szupi. Hát nem az a hegyi menő kerékpár ez a fajta, az már egyszer biztos. Igen. Én is készültem. Így túl vagyunk a vacsorán. Laci barátunk fantasztikus ötlete az volt, hogy figyelem, mutatom. Elmegyünk a Szófőig, és akkor bepróbálkozunk az a holnapi szakaszon. Csinálunk egy kört, és valahol úgy fogunk visszajönni Balatonfüredre. Pécsei és társai. Azt nézem, milyen szépen sugarasan süt ki a nap. Geri belakmározott elég jelentősen. Hát szikám, hol a Szófőn vagyok? A Szófő. Igen. Na ez a rész azért izgalmas, azon kívül, hogy mászás van. A Pogány Madonnába itt lőtték ki a kerekét valamelyik csúnya bűnözőnek. Itt volt az, hogy jó, hogy jössz buksza, mert ebben a gumiban van a koronatanú. Azt itt forgatták ebben az utcasarkon. Jaj! Ez egy tábla! Kedves sporttársak, ilyet se sűrűn csinálok, hogy egy jó 5%-os lejtés során én megállok, hogy ezt mutassam meg. Azt a mindenit neki! Na, mindjárt megpróbálom a kamerával kicsit kihozatni a színeket, de jelen pillanatban még 195 méteren vagyunk, de megérkeztünk Balatonfüredre. És hát már alig kell valamit mennünk, de még 110-re le kell gurulni. Megpróbálok valamit így esetleg nyeregből. Inkább kicsatolom a lába. A srácok is megálltak kamerázni. Most már fotózgatni. Itt egy jobb perspektívát találtatok?
Hát még mindig 190 méteren vagyunk. Igen. A két ház között belesintünk a Tihanyi részre. Úgy, hogyha ott picit elnézünk, akkor azon a kis baloldali hegycsúcson ott van egy kilátó. És ha még tovább fordulunk, akkor az óriási Balatonok. Ó, hát itt inkább elrakom a kamerát. Na, hát vissza is értünk. Mennyi? 80 körülbelül? Valahogy úgy. Ilyen jó pofa kis tölcsért sikerült összerajzolni. Ja, ott visszamentünk persze meg egy kicsit. Na, jubileum idei első ezres megvan. 1001 kilométernél vagyunk. És most akkor irány a pihi. Napozni már nem fogunk. Pihenés holnap reggel. Esemény. Jó reggelt kívánok! 2023. május 1-e van. Bringák is már fölébredeznek itt a teraszon. Itt aludtak egész éjjel. Kicsit megnézzük, hogy így fél hét magasságában vajon milyen lehet a balatoni napfelkelte. A kemping még azért alszik jelentősen. Bár itt éjszaka valahol az, ami dolbézolás. 10 óra után rákezdték a hangos muzsikárnak a hallgatását. Egyébként talán 2 vagy 3 napja nyitott ki a kemping, de már egy csomó lakóautós megérte. Hát ezek itt vannak olyan ricsajjal, meg lehet tőlük őrülni. Tiszta Hitchcock film. Nem ilyen látszólik. Itt vagy gyorsan el kell szaladnunk. Ez nagyon veszélyes. Nagyon veszélyes ez a hely itt. Úristen. Szegény autó össze-vissza van szállva. Na, akkor innen spuri. Íme egy kinti tusoló. Ha már itt járunk, akkor megmutatom, hogy milyen a szépen felújított vizes blokkör itt. Kultúrált a hely. Itt vannak a tusolós részek. Nem nézzük be, mert hát ha valaki sikít. Itt kívül még mosoda részleg is van. Akinek sátrazós kempingje van, az nyugodtan hozhatja ide ki a ruhákat mosni. Jó, mélyek ezek a kádak. Sőt, még ilyen bordázott is, hogy lehessen dörzsölni a ruhát. Közelítünk ismét a parthoz, mobilház hegyek. Úgy döntöttem, Kobrankóhoz méltóan víztet következik, hogy ugye betámadom azt a lépcsőt. Mert még azért nagyon szezon elejei hangulat van, egyébként ez a vízisi pályának az indító állomása. Azon kívül, hogy mindenféle felújítási munkálatok mennek és sok minden le van zárva, még rengeteg lépcső is ki van rakva. Na akkor megnézzük azon a lépcsőn a vizet. Na, csak óvatosan itt a hullámokkal. Aztán már, hogy nagyobb csuporás legyen, mint ami kéne. Hát nézzük. Hát, érdekes, érdekes. Tele tudja. Azért a fakír képző növendékei azoknak a hely jó lehet. Nem néztem egyébként, meg talán olyan 15-16 fokos lehet a víz. Hát sok időt eltölteni benne biztos nem jó. Akkor így, hogy egy kicsit kijöttünk a víz fölé, gyönyörködjünk a reggeli fényekben. Sajnos ez a frontfelhő kicsit be van ide húzódva, és emiatt nem igazán tökéletes
a nap felkelte, mondjuk azért ez már kicsit régebben volt. Ahogyan a macska fogóban mondanák, egy kis partit rendezünk a terraszon. A nap is szépen most kisütött. 3:40 kávék. És csabai kolbász. Évi aztán hozott itt még mindenféle túrósütitől kezdve, barna kenyér, saláta, de hát milyen túratárs az ilyen? Hát nem hozott sajtot. Geri, milyen túratárs? Hát el vagy keseredve. Ez nem. 33-ra. Kapsz egy 20 hátizsákot. Egy darab tésztapart jegyet. És egy darab atlét gárda jegyet. Az, hogy ott kapsz forlettőt. Hát az nekem fontos kell, mert az kb. Egy fornek itt vett bemérni, hogy van, akkor bejön a csőbe. Meg azt a... Megy már a készülődés, bepakolás. Az autóval fölállunk majd a bolthoz, és akkor az itt lehet hagyni. Egyébként pár száz méterre van a rajt minden a kempingtől. Ringákra már azért rakjuk föl. Hát ugye sok cuccot nem tudunk vinni. Most éppen van egy tartalékbelső, egy valamilyen kulcskészlet leszedővel, meg egy powerbank, aztán terelni. A hátamon viszek még egy-két dolgot. Zselét, műzliszeletet. Hát elvileg azért frissítő pontokon majd azért találunk még ezt. Ha minden igaz, úgy emlékszem, hogy 4 darab frissítő pont lesz. Miközben Laci bácsi már gurul föl az autóval a parkolóhelyre. Nem tudom, hanyagyára mondom már ebbe a videóba, de amolyan kobrankósan mutatnám a táborhelyet. Ez egy jó hely volt, sőt különösen. Rálátás innen, onnan semmi nem zavart. Úgyhogy most már föl vagyunk cuccolva és indulunk a... Először is kifizetni a kempinget, aztán utána pedig a startponthoz. Hát ahogy a korábban mutattam, ez tényleg egy nagyon szuper kis ketó volt most. Azt beszéltük, hogy szinte ez az felépítmény, ez szinte mint a vadi új lenne. Teljes. Na akkor megyünk föl mi is. Remélem mindenki hallja, hogy milyen szépen kopog a cipém. Ilyen ez a klipszes. Amúgy van itt élelmiszerbolt is, csak a szezon elején vagyunk és még nincs nyitva. Ez a rész nagyon szépen megújult, sőt, ott még fejlesztések mennek lent. Na, passz rendezve, ezt mutasd meg Eri, hogy mit kaptunk. Hát meg kell őrülni, ugye? Egy üveg Balaton turisztos bor. Vissza kell jönni egyébként. Igen. Egyébként, ha valakit érdekel, hogy mindez mennyibe került, most, itt április 30, május 1, 36.300 forintot fizettünk idegenforgalmi adóval négyünknek. Ez persze csak az idegenforgalmi adó nyomná meg, mert alapból 34.500 volt a ház, erre jött az IFA. De csúcsidőben ez a ház 66.000 körül is van. No, akkor egy keserédes pillantás még a kemping keleti részére. Újra itt a recepció. És akkor abba szembe, föl a görög faluba. Keressük a rajtot. Egyébként a másik kérdés, hogy a passzófülönnél gondoltátok, hogy a sín után indítjátok a mezőt? Van egy kis tömeg. Ennyi hűre biciklist. Mondom, sporttársak, nézzetek hátra. Mindenkiben benne van már az izgalom? Igen. 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 Lesz szép. Lesz szép. Sok ember van itt. Most itt állunk a rajtba, azt mondta napodtunk, hogy hányan is vagyunk, ha lehet hinni ezeknek a bejelentéseknek, akkor olyan 1200 fölött. Azért az szép. Vagyunk köszönöm, hogy megszervezték ezt a Balaton-Pornó versenyt, mint ahogy már elhangzott. Nagyon nagy öröm. 126 kilométert kell mennünk, egészen elmegyünk Tapolcáig, és Tapolcától jövünk vissza ugyanaz Balaton-Füredre. 1200 méter szint lesz benne. Bár mi vagyunk, várjál, mert a rövid távolság kellene. Hát majd meglátjuk. Izgalmas verseny elé nézünk. Köszönjük szépen, polgármester úr, én hadd kérek egy...
Hát itt van idő egy kicsit kamerázni. Folyamatosan 7-8%-kal jövünk fel. És egy picit ugyan enyhült. 294 méter. Ugye 110-ről indultunk. Egyébként szép a környék. Ja, jó. És még elvek 30 méter. 4-8%. Kurva anyját, nem enged egy csöppet se. Ezért mutatom, hogy... Egy per egyen jövünk, de ez ide kevés. Úgy néz ki, hogy 3.78-on most csúcsra értünk. Mert nagyon picit elkezdett lejteni. Volt itt frissítőpont. Itt meg ha minden igaz, akkor lejtő jön. De előbb nézzünk körbe, hát ha nyílik a táj. Egy kis szolid lejtő, amivel itt bemutatkozik a Balaton felvidék kapuja. Az biztos, hogy Rálik Norminak ez itt tetszeni fog, úgyhogy egy picit akkor így veszem. Megérkeztünk Tóth Vázsonyba. Kiértünk Pécsejből. Egy picit megint kinyílt a táj. Volt itt egy olyan 3-4 kilométeres szakasz. Na, ott megyünk le, ahol kafán 45-50-nel lehetett jönni. De még ott is tekergettünk. Legalábbis én hajtottam egy kicsit. Legnagyobb átételen. Pontosabban a legkisebb hátsó fogaskereken 10-esen még 50-nel nyugodtan lehet tekerni. Csak azért, hogy ne hűljön ki annyira a lábunk. Újra egy kis gurulás jön. Ez az igazi hullámvasút, ami itt van. Leföl, leföl, leföl. Van itt egy kis part. Elhagytuk Dörgicsét, itt megint volt egy, hát, jó 60 méter szintmászás. Megálltam már frissíteni, gondoltam, hogy a magnasottot benyomom. Sziasztok! Meg egy kicsit a panorámával gyönyörködünk. Na, de ha már megálltunk, akkor némi adat. Azt mondja, hogy 36,6 eddig, 1,40, 22 átlag. Volt itt Dörgicsénél egy kisebb gurulás, majdnem 62-vel. Körülbelül aztán most 40 kilométernél. Van egy elágatás, ez a két tábla, amit ott benned, csak a hátát mutatja. Én azon az úton megyek tovább, ami ott van szemben, az a 126-os. Ez pedig a 60-as. Itt egy frissítőpont, még a csapattársokat nem látom, hogy hol vannak. Lehet, hogy már tovább mentek. Na, végre elértem egy olyan ponthoz, pontosan 50 kilométernél vagyok, ami ismerős, a Hegyestű ebbe az irányba, és innen is jöttem. Na, csak persze pont jön egy csomó autós, úgyhogy akkor kicsit arrébb megyek. De honnan az autók jönnek, onnan a Hegyestűre már voltunk fönt, igazából az a hegycsúcsot. Úgyhogy most irány tovább, Keszthely-Köveskál irány. Végre egy kis Káli medence!
a nagy tanúhegyekkel. Egész rendben van. Egy rövid bejelentkezés így nyeregből. Mindjárt a polca, jobbra a csobánc. 77 kilométer. Lassan beérünk Tapolcára. 100 kilométerhez értünk. 2 óra lesz a 5 perc múlva. Hát, szintidőre már nem biztos, hogy be fogunk érni, sőt, biztos nem. Viszont a táj most, hogy feljöttünk 240 méterre, egész volt még. De ahogy a nagy könyvbe meg van írva, emelkedő és szembeszél. Már zár a frissítőpont is. ...311 méterre jöttünk föl. 101,11. Hát az utolsó 2 kilométer csak fölfele jöttük. Mindjárt elérünk a Szófőre. Szép ez a mező itt. Nekem már ugyan 126,5 kilométer, megérkeztünk Balatonfüredre, elég el van itt kordonozva minden, nem itt kell lemennünk? Valószínű ez lesz a cél. Hú, már kordont is bontják. Megjöttünk? Megjöttünk? Jaj, de ugye. Ez a cél itt? Jaj, de jó. Hát úgyhogy beértünk, ilyen mondjuk úgy utolsóként, nem tudom, hogy kapunk-e egyetleg bármit is. Mondok néhány adatot, hát ha valakit érdekel. A száma szerint 126,1 kilométert mentünk, 1373 méter szinttel, és 22,3 az átlag. A csúcssebesség volt 61,7. Mindehhez képest megnézzük, hogy mit mutat a kilométer óra. Még mindig 150 méteren vagyunk, ott lehet, hogy meg kicsit lejjebb csúszunk. 1400 méter szintet jöttünk. 127-et, hát ennyit csalt bele. Hú, majd egy részletesebb összefoglalóval jelentkezek még mindjárt. Na, visszaértünk az autóhoz. A bringám már fekszik, elfáradt. Ezzel mondjuk nincs egyedül. Az a helyzet, hogy gondoltam, hogy valami összefoglalót kéne mondani erről a mai napról. Hát maga a rendezvény az úgy volt hirdetve, hogy a kerékpározás öröméért, élményeért vegyen részt, aki akar jönni. Nem teljesen nekünk való volt ez, úgy gondolom. Persze a nehezebbet választottuk, mert ugye mi a 126 kilométeres túrát vettük célba. Egyébként nekem az első gondolatom az volt, hogy új túra, idegen túra, sok lesz a szint, jövök inkább a 60 kilométeresre. Lehet, hogy több örömmel jöttem volna be rajta. Na mindegy, minden esetre kész van, megvan, megcsináltuk. Az adatokat azt hiszem elmondtam, de majd úgyis a Strava képét azt majd be fogom linkelni, illetve föl fogom rakni a képet róla. Azért sok volt, kemény volt, elfáradtam. Szerencsére a térdem az mondjuk bírta, féltem tőle, mert január óta vacakol. De kerékpározáskor nincs vele baj, hálál Istennek, és most sem. Néha úgy próbáltam rá terhelni, és nem volt vele szerencsére baj. Most az van, hogy többiek elmentek még gyorsan Stikába tusolni, mert itt vagyunk ugye a kempingbe, tehát reggel mi az autót itt hagytuk bent. Ugye mutatom, itt van az élelmiszer, volt, mindenki emlékszik rá. Ott a recepció, ott van már a kijárat, és minek utána innen 200 méterre volt a rajtközpont, ezért megfűztük, és itt köszönjük meg nekik, nagyon rendesek voltak a kempingeseket. Mindenki után azért nincsen egy őrült teltház még a kempingben, hadd maradjon már itt az autó, és ők javasolták, hogy akkor hagyjuk itt. Az az igazság, hogy még a balcsi az lehet, hogy lemegyek egy pici csobbanásra, legalábbis a lábam bele lógatom. Ugye a kezemben már belelógattuk. Aztán, hogyha megvan mindenki, akkor
egy szigorú fagylaltozás után, mert azért anélkül nem mehetünk el, hogy ne ettünk volna egy fagyit, megyünk haza. Lehet, hogy még lesz egy kis rit, ha nem, akkor itt köszönök el, köszönöm mindenkinek, aki megnézte. Ha van kedvetek, persze próbáljátok ki. Ez volt. Mi is lesz a címe ennek majd? Az igazi hullámvasút a Balatonon? Valami ilyesmi címet fogunk neki adni, majd lehet. És hogy innen búcsúzunk. Sziasztok!